Itt lennének az ajándékok, ez lesz apunak a cipője, az a nevelő apukámnak lesz egy ajándék, az egy ilyen egy Old Spice válogatás, mert ő nagyon szereti az ilyesmiket, illetve egy jegyzetfüzet, aztán nagypapámnak egy nagyon király ilyen focilabda, nem, kosárlabda párna, és itt van anyunak a végleges csomagolása, ez pedig 2 darab pandorás ékszer, illetve nagymamámnak a pulcsi, és ennek az ajándéknak a tetejére még raktam így becsomagolva néhány szaloncukrot, a kedvenceinket. Ja, és a nagybátyámé az el van dugva, mert ő rengeteget van itt nálunk, és nem akartam, hogy meglássa, mert neki közvetlen karácsony után van a évnapja. Úgyhogy az ajándékait eldugtuk. Annyira nagyon szép, nem tudom a férfi tagjai a családnak mennyire fognak ezért örülni, hogy az mindenük ilyen kis csillámos lesz, de hát annyira szép. Egyébként ezen a fekete dobozon látszik a legjobban talán. Annyira várom ezt a napot, ne viszik. Apu még alszik, 7:30. Karácsony reggeli mesenézés. Miért? Mert már 12 dobozza is megjártam volna. Itt a karácsony. Belereszeltem a kezembe. Isteni a hangulat, éppen Krisztina Ágéra üvölt itt mellettünk a szokásos hangjával, meg süt a sül a második vagy harmadik adag süti, nem tudom, de az első kész lett, a szívecskés, most apu kedvencét darálós kekszet sütök, de én kicsi darabokba elszedtem, de az egész egybe sült, úgyhogy szerintem egy darálós keksze lesz apunak, és megmutatom, hogy ez annyira kis aranyosan néz ki. Látjátok? És itt a kis krém közte. És mama hozott beiglit. Nem tudom, barátkozom vele. Annyira nem is sült egybe, mint gondoltam. De, eléggé. Szóval nem találtunk szaloncukorakasztó drótot, ezért ezt az ipari vastagság vezetéket fogjuk ezzel földarabolni kisebbekre. És aztán ebből kiszedjük a vezetéket, hogy legyen. Istenem. Nem tudom, ez mennyire jó ötlet amúgy. Mi? Hát ez. Ez? Igen. Teljesen. Hát az. Várom, hogy az utolsó adag mézes kalácsra rásüljön a tojásabb, de közben az udvaron. A fényem az igazi. Csárnyog vagy. Beneber! Jó! Lefogadtad. Á, de szúr! Jó lesz ez. Okay. Megnézem a golyókat. Ez milyen kezes olló? Jó. De jobban nem vág. Ballal se vág. Ez a legészség része. Ilyen a pizsim. Natál karácsony. Ez 2 egyébként? Csak egy. Tudtam, van egy. Na. Ó, ilyen kis akasztók készültek a szaloncukikra, hogy oda fel tudjuk őket majd rakni. Ez a bubogó. Tudom a kedvenc rajzfilmet. Bubogó.
Nehéz kérdés, mi legyen a reggeli? Csináltam végre egy kis sós a reggelit, mert tegnap annyi édességet ettem, hogy rá sem bírok nézni kávé a sütikre. Essült gomba, fokhagymával és rozmaringgal, sajtos vajas kenyér, és a kedvencem savanyú káposzta. Mindenhez ezt teszem. Add Istenem, hogy ne ejtsek le semmit. Na viszont meg kell kérnem szépen. Hello! Szia! Szia! Hello! Köszönjük. Ja, igazából csak víz, ez tök jó lesz. Nincs ellenetekre, hogyha vlogolok valamit. Jó, majd ezt szépen ez a terület. Nem, várjál, valami van. Ellenetekre nem elem. És nem jön, hogy nem olvastad. Nem! Angol változatot is kajtottam, de otthon nézzük, ott nem volt. Köszönöm. Jó, de Istenem. Ruhát nem veszek, mert... Már nem veszek. Most te izgulsz. Én nagyon. Őha. Pandora. Én nem látok. Várja, itt a szemüvegem. Atyám. Na, jó van, nekem is potyog. Nem vagy normális gyermeke. Na, cserélem ki, ami a fülemben van. Ja, igen, minden, ne vagy csinálom! Jó, én is tépek, jó? Nyugodtan! Azt meg kell próbálni. Elvileg gyűrűs újra. Gyűrűs? Na, várjunk. Na, próbáld fel! Lehúzzuk. Igen, mert azt úgy szokták, hogy a eljegyzésnél vesznek egy köves gyűrűt, és akkor utána van a karikagyűrű. De szép! Anyóca! Jó rád? Jó, szerintem. Megnézem a másik ujjamat is. De jó, ezt így ilyet hagytam el. Komolyan? Képzeld el, felraktam a kocsit, tehát bemaradt a műhelybe. Fölfelé jöttem, mondom, nem hozom föl, oda megyek a kocsihoz, beteszem. És két nap múlva eszembe jutott, hogy anyák, én azt oda feltettem. Puszi neked! Köszönöm! Na, köszönöm szépen! Addig leállítom a cuccost, ha még nem állt le. Jó, kocs! Mi készül, anyu? Nem veszi föl! Dó, nézd meg! De... Ezt nem szabad? Hát kézzel csinálom, nem tűnik föl. Oké, bocsánat. Gabi minden ellen azt akar, hogy nem akar enni. Úgy látom. De akarok. Akar enni? Akkor abba hagyom. Gabi akar enni. Uno party! Jó! Kettőnk között lesz a fight. Mindig van egy tervem, és ezt mindig elrontod. Erről szól a játék. Ujjaj. Akkor az mennyi a szabad? Utálom a beiglit és megyek megkóstolni anyujét. Anyu csinált mákosat és diósat is. Nem tudom, nem szeretem. Amúgy ennek a tésztája jól néz ki. Ugye? Tudom. Nézzétek meg. Ez itt diós beigli. Pupok. Esküszöm, anyu. Anyu, finom a beiglid. Elmondom. Esküszöm, jó. Pedig én utálom. Én is utálom. Ez finom. Puha, uh-huh. Uh-huh. Ófrós. Thank you.
Ennyi lett volna a karácsonyunk 26-án, konkrétan semmit nem csináltunk, egész nap csak filmeket, illetve sorozatokat néztünk, és most 27-ére, ugyanez már nem karácsony, de ugyanez lesz a tervünk, és én is sorozatot, meg filmeket fogok nézni, szerintem telefonról, illetve videókat. Annyira nagyon jó volt a karácsony, nagyon nyugis volt, voltunk a mamáinknál, nálunk sosem szokott ilyen nagy káosz lenni, és mindig tök jó, úgyhogy remélem nektek is tetszett, találkozunk legközelebb, és addig is kellemes ünnepeket nektek, boldog új évet, stb. De addig megtalálkozunk. Legyetek jó, puszi!